folyamatosan érkeznek a Mikulás csomagok a Szekszárdi Humánszolgáltató Központhoz. Az adományokat most a Babits Mihály Kulturális Központban adhatják le a jó szándékú támogatók. Felajánlásokat december 1-ig várnak. Másodikán ugyanis átadják az addig összegyűjtött adományokat rászoruló gyerekeknek. Ugyanaznap családi napot szerveznek az ott dolgozók, arra még várják a jelentkezőket. A nevezők a kulturális központ körül versenyezhetnek majd egymással ajándékokért. Eközben pedig már a karácsonyi gyűjtést is megkezdték a szakemberek. Aki úgy gondolja, hogy egy dobozni szeretetet szeretne itt a karácsony közelettével a gyerekeknek átadni, vagy gyerekeknek, rászoruló gyerekeknek biztosítani, az hozhatja a Babits Mihály Kulturális Központba a cipős dobozokat. Azt kérjük, hogy írja rá, hogy hány éves gyermeknek, milyen korú gyermeknek szánja, lehet benne játék, írószer, ruha. Azt kérjük, hogy romlandó élelmiszer, illetve törékeny dolgok ne kerüljenek bele. Most a tartós élelmiszercsomagoknak is örülnek a humánszolgáltató munkatársai. A tapasztalatok alapján Mikulás csomagból és ajándékkal teli cipős dobozból minden évben több százat adnak össze a helyiek, erre pedig nagy szükség is van. A hajléktalan segítő szolgálat is a mi szakmai egységünk, és ott bizony vannak édesapák, akik szívesen adnak a gyermeküknek ajándékot karácsony közeletében, még akkor is, hogyha nem igazán tartják a kapcsolatot, de vannak azért jó néhányan, akik ilyenkor örülnek, hogy van egy ajándékcsomag, amit odaadhat a gyerekének. Azok, akik segítenék a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ munkáját, a felajánlásaikat a Babits Mihály Kulturális Központban adhatják le.